Az üzemanyagárak befagyasztása után most az alapvető élelmiszerárak emelkedésének megállításáról döntött Magyarország kormánya január 12-i ülésükön. Orbán Viktor akkor azt mondta, az intézkedés célja a családok védelme. Ma úgy döntöttünk, hogy 6 termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgóétolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát visszaviszik arra a szintre, ahol tavaly október 15-én állt, és azt be is fagyasztják egészen május 2-áig. Megkérdeztük a járókelőket, mit gondolnak a kormány legújabb intézkedéséről, megoszlottak a vélemények. Aki átlag fizetésből vagy jövedelemből él, nem a csirke mellett és a combot vásárolja, annak még a csirke szál is drága. Ez a nő azt mondja, jó dolognak tartja, bár ő többnyire eddig is az akciókat figyelte. Mindig úgy vásároltam, hogy tudatosan csak azt vettem meg, amire szükségem van, és megnéztem, hogy hol az olcsóbb, úgyhogy ezután is így fogok vásárolni. Az már más kérdés, hogy a boltokra, illetve a termelőkre milyen hatással lesz az árstopp. Többek szerint az is előfordulhat, hogy ezekből a termékekből kevesebbet rendelnek majd a boltok. Huzlinger Csaba, ennek a kis ABC-nek a tulajdonosa azt mondja, számtalan kérdésre nem kaptak még választ a kereskedők az élelmiszer árstoppal kapcsolatban. A vevő biztos, hogy jól fog járni, csak hogy a felhalmozott készlet, az árukészlet, vagy a nagyker is visszaszorítja az árat, vagy ezt a hiányt, ezt honnan pótoljuk. Tehát ezek a kérdések azért megválaszolásra adnak okot. Az biztos, hogy ez az intézkedés bár csak ideiglenesen, de több ezer forint megtakarítást jelenthet a magyar embereknek havonta.